Sziasztok! Már elég rég volt olyan videó, amiben csak én szerepeltem Lina nélkül, ha jól emlékszem, legutóbb a sulis DIY volt még augusztusban, ami már hát több mint egy hónapja volt. Úgyhogy itt volt az ideje egy újabbnak, és először is szeretnék bocsánatot kérni a videó képének minőségéért, ugyanis most nincs lehetőségem rá, hogy a jobb kamera legyen nálam, mert az Linánál van. Úgyhogy ezzel fog lemenni az egész videó, remélem, hogy annyira nem zavaró. De hát nincsen más választás. Egyébként este 10 óra van, mint ahogy már a blogban is olvashattátok, nincsen nagyon időnk suli időben videózni és a blogot csinálni. Csak így ilyen későn most már, úgyhogy ez a szuper péntek esti programom. De nem baj. Ez a videó pontosan emiatt az időhiány és a késő időpont miatt is egy kicsit másféle videó lesz, tehát nem ilyen nagyszabású, hanem úgymond beszélgetős, ugyanis kaptunk pár kommentet, hogy csinálhatnánk beszélgetős videót, amiben én csak leülök a kamera elé és beszélek valamiről. Nos, arra gondoltam, hogy nem szeretnénk csak úgy valamiről beszélni, hanem hogy legyen valami témája. Úgyhogy az az ötletem támadt, hogy megcsinálom a Sweater Tag-et. Ez az angol neve, hogy Sweater Tag. Magyar lefordítva elég hülye hangzana, ugyanis azt jelenteni, hogy kulcsidő tag. De igazából csak annyit jelent, hogy őszi, tehát egy őszi tag, amit most meg fogok csinálni, és 11 kérdés van. Igazából kettőt kivettem az eredeti 13-ból, mert azok nem is tudom, mik voltak. Lényeg az, hogy nem tudtam volna rájuk válaszolni, még így is van köztük, ami kicsit fura, de azért megcsinálom, és megpróbálom őket kiegészíteni, hogy azért legyen belőle egy jó kis hosszú videó. Tehát, nézzük. Az első kérdés, hogy mi a kedvenc gyertya illatom? Nos, azt tudni kell rólam, hogy én nagyon szeretem a gyertyákat, tehát nekem bárki bármilyen gyertyát adhat, mert nagyon szeretem őket meggyűjteni egyben, vagy csak úgy külön és nézni őket. Szerintem nagyon hangulatosak, és igazából nekem alapból teljesen mindegy lenne, hogy van-e illatuk, vagy nincs illatuk. Bár azt tapasztaltam, hogy az illathas gyertyáknak van az a furcsa tulajdonságuk, hogy ha égnek, akkor annyira nem is érezni az illatukat, legfeljebb úgy magukban egy kicsit árasztják, vagy hogyha az ember beleszagolgat. Egyébként, mint illat, nem tudom, nagyon szeretem az ilyen fahéjas, almás, narancsos keveréket, ami ez a tipikus őszi illat. Egyébként meg bármit, tehát főleg ezeket az ikás gyertyákat, nem is tudom, máshol nem is vettem még illatos gyertyát, tehát IKEA illatos gyertyák, az egyszerűen nagyon szeretem őket, és ősszel van igazából ez az ilyen vaníliás, csokis, ilyesmi illat, tavasszal, nyáron jöhet bármi gyümölcsös, virágos, úgyhogy ez igen változó, de mivel most az ősziteget csinálom meg, ezért azt mondanám, hogy almás, fahéjas, narancsos. Igen. A második kérdés, kávé, tea vagy forró csoki? Nos, rólam tudni kell, igen, miket kell tudni Banniról, szóval rólam tudni kell azt is, hogy én nagyon szeretek enni, inni, vagy csak úgy bármit fogyasztani. Tehát igazából nekem, hogy kávé vagy tea vagy forró csoki, ez annyira nem a kérdés, a lényeg, hogy legyen. Hogyha arra kéne válaszolni, mit iszok a legtöbbet, akkor azt mondanám, hogy a teát, mivel minden reggel teát iszom, és este is vasora mellé teát iszom általában, de egy kicsit talán jobban szeretem a kávét és a forró csokit. Leginkább a kávét mondjuk. A kávé az bármi vaníliás, sima, mandulás, mojorós, karamellás, hideg, meleg, akármi jöhet. Forró csokiból meg legyen benne csoki. Ez az egyetlen várásom van. A harmadik kérdés az, hogy hogyan sminkelem magam ősszel. Mármint, hogy hogyan máshogy az év többi részéhez képest. Nos, erre az lenne a válaszom, hogy sehogy. Ugyanis, nem tudom, eleve sem sminkelek nagyon általában, tehát most suliban nem hiszem, hogy annyira szükséges lenne, tehát néha vannak olyan napok, amikor kedvem van, de általában nem érzem szükségét, hogy most akkor tenni kéne valamit. Tehát így az ilyen alapozásos dolgok, és aztán pedig szempillaspirál nekem ennyi szokott lenni, de mondom, néha van olyan, hogy esetleg egy kis szemhéjra is valami, meg szára valami. Így videóban egyébként több minden is van, mert az úgy jobban néz ki, de ne akarok ilyen. Jó,
mondjuk este 10 van, szóval megengedhetném magamnak, de inkább ezt hagyjuk. Szóval egyébként nem sminkelek máshogy össze, szóval ugyanez. Hogyha esetleg lenne rá lehetőségem és valami alkalom lenne, akkor esetleg valami sötétebb rúzs, vagy erősebb smink, de ilyen alkalom nem nagyon van, tehát nem. Mi? Hanyadik jön? Negyedik. Igen, tehát mi a kedvenc háladás napi ételem? Ugye Magyarországon nincsen háladás, úgyhogy én inkább mondanám azt, hogy mi a kedvenc ételem. Visszatérve az előző kérdéshez, nagyon szeretek enni, úgyhogy igazából bármi kaja jöhet, ami finom. Összámoljuk, különösen szeretem az ilyen édes dolgokat, tehát palacsinta, vagy túros gombóc. Jaj, olyan rossz ezeket mondani, mert most úgy ennék belőlük. Vagy akármi, szóval inkább az ilyen édes dolgokat támogatom össze. Ötödik kérdés, sapka vagy sál? Hogyha lehet, akkor inkább egyik se, én azt mondanám. Bár inkább sál. Szóval sapkát az ősszel nem hordok, télen is csak akkor, hogyha nagyon hideg van. Sál az még úgy oké, szóval van egy pár sál, inkább kendőnek hívnám őket, amiket úgy felveszek reggel, hogy még ne fázzak. Vagy esetleg nyomjuk pár közülük, tényleg jól néz ki, és akkor az úgy kiegészíti az öltözéket. De egyébként annyira nem szeretem, szóval még ékszereket se nagyon hordok, hogy őszinte legyek, tehát inkább ruha, ami rajtam van. De egyébként igen, visszatérve a kérdéshez, legyen sál. Hatos kérdés, leginkább hordott pulcsi. Hát nincs olyan sok pulcsim, vagyis hát pont most vettem párat, ezt is. És nem annyira tartom számom, hogy melyiket hordom leginkább, de azért megmutatom, hogy van ez, amit szerintem már láttatok rajtam pár videóban, ilyen fekete-fehér csíkos. Hát igazából egy pulcsiban szeretem, hogyha bundás, vagy meleg, de nyilván az is szempont, hogy azért fel tudjam venni valami másik ruhához. Tehát ezt például annyira bundás, de azért szeretem, mert fekete-fehér azzal belé nyúlni nagyon nem lehet, tehát az általában megy mindenhez. Úgyhogy azért hordom ezt leginkább, mert ezt úgy akármit hordok, megy hozzá, tehát ennyire egyszerű. Egyébként van egy másik pulcsi, amit leginkább itthon szoktam hordani, mert az ilyen mackósabb, bundás és meleg és nagyon jó. Soha nem tudom hányas kérdésem, most jön a hetes, ami az, hogy ilyen körömlakot ajánlok őszre. Azt elmondanám, hogy mivel nálunk a suliban annyira nem preferálják a körömlakot, úgy értem, hogy van olyan talán, aki igen, de speciál a miofajban annyira nem, úgyhogy rám szól, hogyha esetleg valami harsányabb szín van a körmeimen, tehát maradjunk az ilyen félig átlátszó fehér és rózsaszín legfeljebb bőrszín árnyalatoknál. De egyébként, hogyha lehetőségem lenne rá, akkor ilyen sötétbornó, sötétbarna, sötétbornó? Szóval sötétbordó, sötétbarna, fekete akár, szóval ilyen sötét meleg színeket ajánlanék. 8. kérdés, csőnadrág vagy leggings? Igazából fogalmam nincs, hogy ez hogy jön az őszitek kérdéshez, de megválaszolom, tehát csőnadrág. Leggingset nem hordok és nincs is nekem, mert nem is szeretem, olyan túl vékony, mint egy harisnyát hordanék, és nem is látom lényegét igazából. Persze felül nem hordják mások, szóval az úgy magában nincsen bajom, amikor másokon van, csak amikor rajtam, de hát annyira nem hordok, megfértesire. Kedvenc dolog az őszben? Fogas kérdés. Kedvenc dolog, hát igazából nincs egy konkrét kedvenc dolgom, tehát például nagyon szeretem az falevelek illatát, meg úgy a színeit, meg ahogy így süt a nap, szóval az őszben szeretem a napsütéses részét, az egész napsütéses részét, tehát mindennel együtt, ami van, lehet hideg, meleg, csak süssön a nap, és nem szeretem az esős részét, az esős és a szürkeges részét, úgyhogy nekem ez a két fajtája van az ősznek, és hogyha süt a nap, akkor jó, ha nem süt a nap, akkor rossz. Igen. A 10. kérdés, ez már az utolsó előtti, hogy van olyan zene, ami őszi hangulatba hoz. Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem minden
hanghoz, olyan zene kötődik, amit legutóbb abban a hangulatban hallgattam, tehát most, hogy példát mondjak, tehát az őszi zene az nekem az, amit tavaly ősszel hallgattam, tehát hogyha azt meghallom, akkor egyből őszi hangulatom lesz, hogyha meghallok egy olyan zenét, amit tavaly télen hallgattam, akkor karácsonyi hangulatom lesz, hogyha meghallok egy olyan zenét, amit tavaly nyáron hallgattam, akkor nyári hangulatom lesz, tehát nálam ez így megy. Úgyhogy nekem az őszi zenék azok, amiket tavaly hallgattam, tehát mit is hallgattam tavaly, de jó, pedig összeszedtem. Hallgattam Lordinak, igazából még soha nem hallottam, hogy kell kijelteni helyesen a nevét, tehát neki a Pure Heroin című albumát. Az összes számot hallgattam róla, igazából kiszortíroztam a legjobbakat, de összességében az egész nagyon jó. Az album ilyen elvontabb egy kicsit, mondta, hogy nem elvontabb, hanem olyan, tehát nem ez az ilyen slágerszerű dolog vannak rajta, de egy pár hallgatás után tényleg mindegyik nagyon jó, már valamelyik elsőre is, és szerintem tökre illik az őszi hangulatot, úgyhogy tudom ajánlani. Hallgattam még Coldplay, gondolom legalább névről ismeri mindenki Coldplay együttest. Még hallgattam Katy Perrynek a Prism című albumát, azt hiszem ez a neve, hogy Prism. Szerintem hallgassatok bele, nem kifejezetten őszies, de én összehallgattam, ezért nekem össze van kötődve az ősszel. Azt hiszem ennyi úgy nagyjából, akkor volt ez az időszak, amikor ilyen albumokat töltöttem le. Tudom még, majd linkelem ezt a számot lenne a leírásban, hogyha nem felejtem el, lehet, hogy elfelejtem. Jaj, te jó ég, már tiszta fáradt vagyok. Tehát ez a szám, ez totál ősz, tehát nekem teljesen. Will Hurd és Cara Delevingne közös száma, ami Will Hurd egyik számának a feldolgozása, a Sun Don't Shine. Sun Don't Shine, igazából igen, így kell leírni. és nagyon jó, szóval ilyen akusztikus és fantasztikus, szóval nekem nagyon tetszik. És akkor az utolsó kérdés, milyen az időjárás ott, ahol laksz? Hát ugye ez egy amerikai kérdéssor, tehát ott nyilván vannak jelentős különbségek bizonyos időjárások között. Azért Magyarországra ez annyira nem jellemző, tehát Magyarországon az egész ősz nem. Magyarországon az ősz mindenütt ugyanolyan, tehát már ugye jellemeznem kéne, hullanak a falevelek, süt a nap, néha esik az eső, lehűl a levegő. Ez az ősz. Én ott lakom, ahol Budapest közelében, ahol ilyen átlagos, tehát semmi különös. Úgyhogy, igen. Ez lett volna a Sweater-tag, remélem, hogy tetszett nektek. Tudom, hogy ez nem egy olyan videó volt, amiben hatalmas erőfeszítést adtam bele, de tényleg mostanában csak ennyire telik, úgyhogy sajnálom is, de remélem, hogy ennek ellenére azért tetszett nektek is. Szívesen hallgatjátok amit mondok, esetleg magamról, vagy csak úgy általában. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok ezt a videót, vagy hogyha szeretnétek még ilyen beszélgetős, vagy tag videókat, vagy akármit, akkor írjátok kommentben. Esetleg kérdéseket is fel lehet rakni teljesen nyugodtan, tehát én bármire szívesen válaszolok, hogyha nem. Ha nem felejtem el, mert elég feledékeny vagyok, úgyhogy lehet aktívkodni, és hát igazából mindenkinek hajrá sulival, tudom, hogy nehéz, mindenkinek nehéz. Én az nyugtasson benneteket, hogy nem vagytok egyedül, nekem is néha szembe jut, hogy hát nem vagyok egyedül azzal, hogy mennyit kell tanulni, vagy hogy éppen ma is éjfélkor fekszem, nagyon éjfélkor nem szoktam, de 11-kor inkább, vagy bármilyen nehéz dolog, vagy hogy majdnem bealszom órán, vagy akár be is alszom. Hát igen, kitartás az iskolával. Nehéz dolog, de már csak két, nem is kettő. Nem tudom, mikor kerül fel ez a videó, de mától számítva másfél hét is őszi szünet van. Hála az égnek, úgyhogy most már csak ezt így kell kihúzni, és aztán pihenhetünk. Nem is szeretnék egyébként tovább dumálni, vagy rabolni az időtöket. Találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!